Als nächstes hat das Wort Herr Csegedi. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy az előttem álló időt a székelység ügyének szenteljem. Románia elnöke a napokban ismételten sajnos módon kijelentette azt, hogy nem támogatja a székely területi autonómiát. Szeretném, ha egyszer is mindenkorra tiszta vizet öntenénk a pohárba itt az Európai Parlamentbe, és kijelentenénk azt, hogy a székelységnek jár a területi önrendelkezés. Ez nem Traian Băsescu-nak a jó szándékán múlik, hanem a székelységnek joga van az autonómiához. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy az önrendelkezés az egy nemzetközileg elismert, kötelező jog. És tűrhetetlen az a kettős mérce, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy bizonyos etnikumoknak jár az autonómia, másoknak nem. A baszkoknak, katalánoknak jár, a székelyeknek nem jár az autonómia. Ebből a logikából kifolyólag azt kell mondanom teljes meggyőződéssel, hogy nem európai az, aki a székelyek autonómia törekvését nem támogatja. Köszönöm szépen! Vielen Dank.